Ez a tábor 6 napos, Esztergomba 2 napot vagyunk, Pilismaró, Dömös, Tahitótfalu, Szentendrén kiszállunk egy városnézésre, és akkor Római parton pedig a vége. Akkor reggeli, utána visszaérkezünk a táborba, egy kicsit magunkhoz térünk, összeszedjük magunkat, beöltözünk evezős ruhába, és elindulunk a kis ágban, és utána beérkezünk a Nagy Dunára, egy kicsit ott körülnézünk, és utána megint visszamegyünk egy öbölbe, bejárjuk az öblöt, ott megtanulunk még, aki esetleg nem tud kormányozni, az átülhet és kipróbálhatja, hogy milyen a kormányzás, és megállunk egy szigetnek a végén, ahol egy óriási fürdőzést fogunk csapni. Legjobban azt tetszett nekem a mai napban, hogy nagyon szép volt a táj, amit evezés közben láttunk. Azt tetszett a legjobban a mai napon, amikor kieveztünk a Nyíldunára. Egészen más volt, mint itt a kis holtágon evezni a nagy hullám miatt. Nem tudott többiebben volt a félelem, nekem nem úgy tűnt, és ma már viszont úgy tűnt, hogy egész jól levezünk és egész jól csináljuk. Ülünk a kenuban és evezünk. Hát valakinek ez csak egy untató sport, de valójában ez nem az, mert végre kiruccanunk otthonról, főleg ezt a sportot azoknak ajánlanám, akik egyfolytában az gép előtt ülnek. Látnák a természetet, élveznék is. És általában mindig jó időkör szoktunk kimenni. Azoknak ajánlanám azt a tábort, akik szeretnek evezni, és igazából nagyon szép ez a hely, szóval meg friss levegő van. Olyan hajókban ülnek, amivel szinte lehetetlen beborulni. Mindenkinek mentőmellény viselése kötelező. Nagyon jó buli mentőmellényben is fürdeni, fölfekszünk a víz tetejére, és csak úszkálunk. Abszolút összehozza a csapatot, hogy tök mindegy, hogy most ötödikes vagy nyolcadikos, hiszen egy hajóba elveznek, egymásra kell számítaniuk.